Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten újra itt van velünk Bat, minden hálózatok atya. <laughs> Ez nem fogom sose És ezen a héten a Knotról fogunk beszélni, meg megint találtunk valamit ugye az FCC-nek az oldalán, arról is egy kicsit. A Knot első élménye számomra az volt, hogy felhívtál, hogy mi van már ezzel a termékkel, mikor lesz már elérhető, közben mondta hogy milyen termék, tehát hamarabb tudott bat erről, ennek a terméknek a jöveteléről, mint, mint mi disztribútorként. De aztán pár nappal később megkaptuk a disztribútori hírlevet, akkor azt átadtam, és ha jól emlékszem, eléggé fel voltál spanolva, hogy ez mikor jön már. Miért? Ez egy új termék, azt el lehet mondani, tehát ez egy IoT célra kifejlesztett narrowband megoldás, ugye LTE hálózatokhoz, jól mondom? Igen, igen, igen. És miért? Miért olyan izgalmas ez? ez a Mikrotiknek az első ilyen IoT piac irányba a szánt rútere, és ennek megfelelően hát jó mikrotikesen jó sok mindent össze is gyömöszöltek bele. Tehát amellett, hogy van neki narrowband konnektivitása, ami egészen konkrétan a LTE 6M1-et és LTE NB2-t is jelent, tehát alacsonyabb a, a sebességű, igazán ilyen IoT kommunikációra optimizált mobilhálózati konnektivitása is van, amellett még megtalálható benne minden, ami, ami megszoktunk így a mikrotitól. Tehát van benne Wi-Fi is, a, tudunk jó jóre 2,4 GHz-es messze menő Wi-Fi-t használni, van benne két darab Ethernet port, ráadásul Poe óta, tehát még egy másik dobozt is tudunk mellé dízi csinálni. Nagyon-nagyon sokrétű táplálás lehetséges. A megszokott Poe túl tud működni, ugye a, a, már a nagyobb tartományú a DC feszültségről, tehát 12 volt, a legészen 57 volt, ami ugye ilyen telkó környezetekben szokott előfordulni, okay. illetve még akár egy powerbankról is el tud menni az mikro USB porton keresztül, ami egyfajta Ilyen, hát mondhatnánk, hogy egy gettó UPS-ként tud üzemelni. Ha az embernek elmegy a villany, akkor még mindenképpen tud az eszköz néhány leheletet mondani magáról, hogy Úristen elment az áram. Ez egyik nagyon fontos információ. Aha. Tehát ezt monitorozásra találták ki, ezt az eszközt. Arra, hogy valamilyen um, alapvetően nem feltétlenül hálózati környezetben, gyárban, kórházban, mezőgazdaságban, ilyen helyeken a különböző szenzoroknak az adatait begyűjtse. Ezért vannak neki a hálózati kommunikáción túl még olyan interfészei, amikkel korábban nem találkozhattunk, vagy nem feltétlenül találkozhattunk. Amellett, hogy az alapértelmezett ilyen digitális GPIO be- és kimeneteink vannak, tehát ez a General Purpose Input and Output, lényegében azt tudjuk leolvasni, hogy valahol van-e kapcsolat, vagy uh -huh. nincsen kapcsolat, illetve kifelé tudunk valamilyen magasabb jelszintet adni, vagy alacsonyabb jelszintet adni és ennek megfelelően még mindenféle uh, mikrotik skripteket tudunk triggerelni az eszközön belül, amik ugye lefutnak egy-egy esemény hatására, még analóg bemenete is vannak, tehát... a akár nyitásérzékelőt nyitás tudunk, ne. vele csinálni, meg tudunk vezérelni vele relét, analóg jelszintet tudunk olvasni, mondjuk olyan vezérlőről vagy páratartalom érzékelőről, vagy, ha nem digitális páratartalom érzékelőt használunk. Van benne egy Bluetooth komponens is, ami egyedi, mert csak ebben az eszközben van, és én megtettem mindent, hogy ezt a Bluetooth komponens működésre bírja más platformon, nem sikerült. Ugyanis NRF chipsetre alapuló Bluetooth megoldás van, és az csak inizetcén keresztül kommunikál, és csak ebben az eszközben ez van, ez megvalósul. De semmilyen más eszközben nem lehetett ezt összehozni. USB, ugyanannak a chipsnek a, az USB-s változatával tényleg végig küzdöttem mindent, amit lehetett, hogy mielőtt megérkezik ez a doboz, én már ki tudjam próbálni otthon, a, nem, nem. de nem sikerült. Nem de sikerült. Kemény. Egyébként akkor azt láthatjuk, hogy sok mindent a Mikrotik ehhez a dobozhoz fejlesztett, mert várhatóan ez egy új termékvonalnak az első, nem is tudom, úttörője. Tehát várhatóan jönnek majd később ilyen dolgok, mert hogy elég sok szoftveres fejlesztést kellett akkor végre, véghez vinni a Mikrotik OS-en, a router OS-en hogy, hogy egyáltalán ez, 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 ezt lehessen tesztelgetni nálad. Ennek a nyomait azért lehetett már látni. Tehát volt még nagyon-nagyon régen, ugye emlékezzünk rá, néhány éve jelent meg a, a két új integrá, akkor új integrátor bord, az M11G, meg az M33G. Aha. Az m 33 g volt mindenféle okult pinheader rakva, ami oda volt írva, hogy hú, hát ez, ezen vannak GPO kimenetek, és az ember föltette a kérdést, na jó, de ki fogja ezt, hogy használni. És akkor mindig mondták, hogy hát használják, futtas rajta Linuxot, vagy valami hasonló, és az nagyon jó lesz. És én piszkáltam a mikrotiket, hogy de jó lenne, hogy ezt lehetne támogatni router os belül, és ilyenkor szeretek arra gondolni, hogy biztos én is hozzájárultam, hogy megcsinálták ennek a támogatását, de néhány hónapja már megjelent. Tehát ez rb 33 g volt az egyedül olyan termék, ahol ahol a, a, a GPO támogatás már megjelent, uh -huh. és az nagyon jó volt. Utána megjelent a, a, az MQTT támogatás, az ugye hál' Istennek egy abszolút szoftveres szolgáltatás, tehát az minden platformon elérhető. hogy bárki bármi valami router, monitorozós dologon töri a fejét, akkor már nem kell mindenféle custom megoldásokkal foglalkozni, hogy majd a hát beépített HTTP fetch kliens fogja megoldani ezt, vagy sysloggal az adatokat, hanem van rendes MQTT publisher benne, és akkor szépen scriptből lehet tolni az eventeket, ráadásul van SSL támogatás, nagyon-nagyon jól össze van ez rakva, úgyhogy tényleg ez már egy olyan helyre pozícionálja ebbe a mikrotéket ebben az IoT világban, hogy képesek vagyunk belőle egy habot is csinálni. Különösen akkor, hogyha még észreveszik, hogy a mobil konnektivitáson túl még van benne GPS-ünk is, tehát ha ezt elhelyezzük valamilyen eszközre, akkor mind, mindig fogjuk tudni, hogy hol van. GPS-en keresztül fogunk tudni mindig pontos időt is kapni. Sőt, van egy olyan változata is, amiben a benne lévő mini PCI Express slotban ott figyel egy eklórás pontosan. Ugyanis ebben az a különbség a klasszikus mikrotik routerekhez képest, hogy ott a mini PCI Express mindig egy mobil modemet raktak. Azon keresztül volt megborosul az LTE 4, meg az LTE 6-os kapcsolat. kapcsolat. Itt viszont a, maga ez a modem, ez, ez egy, ez egy uh, speciálisan ilyen narrowband kapcsolatokra kifejlesztett modem, ez rá van integrálva a baseboardra, és az egyszerűen PCI Express slotban pedig lora tudunk tenni. Tehát ez tud lenni egy egy olyan gateway, aminek van LTE konnektivitása is, és egyben maga még LoRa gateway is. És hogyha lora még nem is, beszél, nem, nem is beszélve, van mi, talán van rajta egy sokkal érdekesebb ilyen zöld csatlakozót, ami egy Modbus csatlakozó. Ami uh -huh. azt jelenti, hogy a klasszikus épület automatizálási dolgainkat, ha mondjuk egy Modbusszal vezérelt, nem tudom, PLC-nk van, tűzjelző, füstjelző, a klímavezérlés, tehát igazából ez tényleg az épület automatizálásnak egyfajta a kiterjesztése a hálózaton keresztül, ráadásul IP vagy mobil hálózaton keresztül. Erre is, egyébként erre az épületes sztorira utal az is, hogy, hogy Alaptartozé egy ilyen szép fémből készült, din sin leszerelhető tartó, amivel egyből föld tudja az ember pattintani, uh -huh. és akkor a, a, az elosztó szekrényben már ott működhet az eszköz, nyilván ilyen esetben azért javasolt az LTI Andet egy kicsit kivetni, mert a fém zárt elosztó szekrényben nem tökéletes a vétel. <laughs> igen, uh, igen. Ennek igen. Ellené, tehát e, ezen túl még nyilván lehet, uh, ezt, ezt az eszközt simán falra szerelni, meg le is lehet tenni a földre, és hogyha nincs rajta ez a fém darab, akkor nem fog billegni. Um, nagyon-nagyon kis kompakt eszköz. Ahogy nézem... Poe Poeout. Egyébként eleve az már önmagában beszédes, hogy ez egy fém öntvény megint. Így van. Ha jól látom, ha nem Teljes így... egészében az AI egy, egy tömör fém darab, ami, ami amellett, hogy kemény, egy komplet hűtőbordakét is funkcionál. Úgyhogy a megszokott mínusz 40-től plusz 70 Celsius tartó, tartó környezeti hőmérsékletben el tud ez nagyon jól üzemelni. Ami ezen a modellen nem látszik, mert ez egy nem lorás modell, hogy az oldalán nincs kitörve még a lora antennának a, a, a oh. csatlakozója. Itt ezen az oldalon kellene lenni, ezen az oldalon kellene lenni egy, egy, lora csatlakozónak, és Aha. hasonlóan oldalt férhető hozzá még bent a GPU headerek. Azt valamilyen oknál fogva nem vezette ki a mikrotik, de egy egyszerű szalakkábellel kivezethetők, és akkor nyilván rá lehet kötni bármire. Kultúrát, megoldás. De a Bluetooth még, ami, ami, egy kicsit ugye az embernek a fantáziát elgondolkoztatta, hogy mire jó az, hogy van bluetooth De Egyrészt ugye tudunk mindenféle Bluetooth feget vele olvasni, ami azért nagyon jó, mert hogyha van valami olyan eszköz, ami, ami mondjuk ilyen mobil eszköz, tehát egy mérőműszer, vagy valamilyen kórházakban egy ilyen drágább gép, ami, most nem akarom mondani hogy lélegeztetőgép, de bármilyen diagnosztikai eszköz, amit mondjuk mobilan kezelnek a kórházban, akkor abban szokott nagyobb kórházak esetén probléma hogy hol van, éppen kinél van. Asset tracking. Asset tracking tökéletesen alkalmas. Tudunk vele egyszerű Bluetooth szenzorokat, tehát ha Bluetooth low energy működő hőmérséklet szenzorunk van, ami mondjuk egy-egy szem gombelemmel előzemel mondjuk egy-két éven keresztül, akkor nem kell feltétlenül nekünk kiépítenünk egy ilyen komoly hálózatot, elektromos hálózatot meg, meg kábelezést a szenzorokhoz, hogy tudjuk, hogy hány fok van egy teremben, mondjuk nagyobb felbontásban, hanem elég néhány szenzort elhelyezni, és ezeknek a mivel a hőmérséklet várhatóan nem fog másodpercre másodpercre ilyen kritikus módon változni, egy ilyen nyugodt 30 másodperces frissítési idővel az eszközünk az be tudja gyűjteni az adatokat, és el tudja küldeni. De lehetne óra leolvasásra is használni tulajdonképpen, hogyha ő Neroben csatlakozik, akkor lehet, hogy egy egész társas ez egy megoldás lehetne, hogy ne kelljen leolvasni a Természetesen. Mérőket. Tehát ez tipikusan egy ilyen integrációs platform, ahol modern, meg mondjuk legacy-nek, vagy inkább well-established uh, ilyen épület automatizálási módszerekhez, hozzá tudjon az ember kapcsolni ezt az eszközt, és így részévé tud válni. Ugye a MikroTik RS485 funkciói is elérhetők más platformokon, hál' Istennek, tehát az RS-485 modul az az IoT modulnak, az IoT package a része, hogyha az ember egy RS-485 adaptert USB porton beledug akár egy satúnak a hátuljába, akkor ott is megjelenik az RS-485 uh -huh. funkcionalitás, és egy ilyen Modbus-szerverként működik az eszköz, egyelőre még közvetlenül ő nem tud interakcióba lépni a busszal, hanem mögül Modbus over TCP-vel lehet e, a buszra írni és a buszról olvasni. Tehát mindenképpen egy olyan eszközt tartunk a kezünkben, ami rengeteg potenciált rejt magában, és ez az egész dolog, ez, a, ez, az intelligens logisztika, intelligens asset tracking, intelligens vezérlés, ez most kezd igazából felszállni, és erre a repülőre szálltak föl szerintem a mikrotikék ezzel az eszközzel. És ez egy nagyon jó lépés. Ami nagyon sokszor jókor csinált egyébként a mikrotik, a 60 ghz is nagyon jókor lépett bele, az LTE, kültéri LTE megoldásokban nagyon jókor lépett bele, nagy valószínűséggel ez a következő nagy dobásuk, amivel megkülönböztetik magukat egyébként a versenytársaiktól, és egyébként belerombolnak más szereplők játékában, mert hogy olyan áron kínálják ezt, ahogy korábban nem jól lehetett. Igen, éljön. nagyon disruptív az eszköznek az ára, és hát el lehet azt is mondani róla, hogy nem mi találtuk ezt a dolgot meg egyedül, hanem megtalálta a Deutsche Telekom is, és ahogy a Things Network konferencián be is jelentették közösen a Mikrotikkel, erre épülően van IoT platform megoldások is. De ugye a Mikrotik nem csak ezt hozták ki, mert az nagyon jó, hogy neki van egy olyan eszköze, amivel tud mondjuk Bluetooth dolgokkal interakcióba lépni, Uh, hozott még ki hozzá mindenféle kis tegeket is. Olyan tegeket, tegeket, amiket rá tudunk akasztani nekünk kedves dolgokra, hogy utána később megtaláljuk őket. Bizony. Kültéri, beltéri alkalmazás is lesz, tehát lesz olyan, amit konkrétan felszögelhetünk az autónk oldalára, nem tudom. Vagy mondjuk egy EP69. Realisztikusabb... Valami 6 x tehát kültérben nyugodtan felszerelhető. Nyilván a realisztikusabb a dolog a, a nem az autó oldalára felszegelés, hanem mondjuk egy targoncának az oldalára é. felcsavarozás, és akkor mondjuk tudjuk követni körülbelül, hogy merre tart ez a targonca, melyik ilyen nothoz van éppen közel, vagy valami olyan Hasonló módon, mint a kórházakban említettem, biztos vannak kültérben is olyan nagyobb eszközök, amiről szeretnénk tudni, most éppen hol találhatók, mert itt is használják, ott is használják. Erre tökéletesen alkalmas. De elképzelte egy fordított üzemót, hiszen ő is tudja olvasni a tegeket, meg ő is tud beaconként üzemelni, tehát nagyon-nagyon sok potenciál van, hogy igen. hogyan, hogyan fogjuk össze, ezt összekapcsolni a, a különböző BLS eszközökkel, akár éppen a saját telefonunkkal. Igen. És egyébként ugye a beltéri az meg kísérletetésen hasonlít egy dök cédulára. igen, És tudod, igen kicsit, kicsit vastagabb? vastagabb. igen, kicsit vastagabb. Az jutott eszembe, hogy a kórházon belüli, ha már témánál maradunk, a kórházon belüli trekkingnél van egy olyan fontos dolog, hogy hol a beteg? Tehát, hogy elhagyhatja-e az osztályt, merre jár a fertőző beteg, kimegy-e, nem megy-e, stb., erre is láttam már ugye ö, ilyen, nem is tudom, késztadit, hogy hogy magát a beteget is trekkelik. Mondjuk hogy a... mikor, hol járt, mikor, merre vitték a kocsin, vagy nem tudom. Nem csak az eszöteket, hanem akár a betegeket is trekkelik ö, a házon belül. Ezek a tekek egyébként programozhatók, amik vannak. Tehát van hozzá egy nagyon jó a, alkalmazás, ami egyelőre még csak Androidon érhető el. Vélhetően azért, mert a, a Bluetooth Low Energy dolgok egy kicsit ott megvalósíthatók, mint iOS-en, uh -huh amivel tudjuk aktiválni a teget, de aktiválni a teget. A tegek egyébként elég intelligensek, amellett, hogy csak így pityegik, hogy én itt vagyok, itt vagyok, van, van amelyikben vannak accelerométer, tehát tudjuk, hogy a helyzetét is hogyan változtattam ami uh -huh. mondjuk egy terméknek a követésénél, ahol szeretnénk, hogy a this up az egyértelműen fölfelé mutasson mindig. Hát akkor... vagy akár akkor riportoljon, hogyha nem, nem this up van, hanem, valami valahogy pontosan. eldőlt, vagy, vagy nem jó állapotú van. Tehát el, tényleg annyira látható, hogy egy teljesen új iparba beléptek, mindent adnak, nagyon sok felhasználási lehetőséget kínálva ennek a egy pár terméknek, amiből ez a portfólió jelenleg áll, hát nagyon kíváncsiak vagyunk. Nagyon-nagyon valószínű, hogy ez az eszköz, ez, ez, egy ilyen komoly integrációs pontá fog válni itt néhány éven belül, ahogy igazán a felhasználások elkezdenek valóra válni. A szokásos mikrotik, nem is tudom, recept alapján biztos, hogy jön belőle majd a kültéri verzió, a kültéri hát lesz. Tehát ez látható, hogy mindig, mindig így építkeznek. Igen, igen, igen. Maga egyébként ugye a mobil eszközhöz kapcsolódik egy, egy kis nanoszim olvasó, tehát itt már értelemszerűen, mivel az egész eszköz maga annyira nagyon kompakt, hogy beleférjen egy ilyen, ilyen kis helyekre is, a, már szakítottak a nagyobb méretű SIM-kártyával, tehát a mini ami hosszú éveken keresztül Igen. szolgált bennünket, a Nokia És, és mindig, mindig csak az átalakítót kellett hozzá hogy amiben tudjuk rakni a Most minden ez minden. már nagyon-nagyon kompakt, tehát az ember ki tudja venni a telefonjába, be tudja tenni, és már működik is. Az egyedüli nehézség, ami a mobil részéhez kapcsolódik, ehhez az eszközhöz, az, hogy a benne lévő modemnek a, a támogatása, az még kicsit gyerekcipőben jár Magyarországon nem nagyon van olyan szolgáltató Magyarországon, akitől mondjuk egy egész országra kiterjedő LTE-6M1 vagy egy LTE-6MB2 lefedettséget tudnánk vásárolni, de ez egy-két éven belül biztosan meg fog változni. Oké. Okay. Attila, köszönjük, hogy megint itt voltál velünk és szakértettünk egy kis mikrotiket, vagy inkább szakértettél, én meg csak legfeljebb hozzászóltam pár szóban. Valószínűleg nem árulok el nagy titkot, hogyha előrevetítem, hogy nem csak ennek a gyártónak a termékeit fogjuk boncolgatni, ízlelgetni, Más termékek is előkerülnek, elvégre az fccio n azért elég sok termékről lehet tudni, hogy jön, lesz, és akkor azokat lehet elemezgetni majd nekünk itt a kis stúdiónkban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Következő rész egy hét múlva, ne felejtsetek el feliratkozni, és csengő gombot nyomni. Sziasztok! Sziasztok!